Húsvét van, nagy ünnep öröm nap, Krisztusunk feltámadt, szűnjön gyász és bánat. Húsvét van, nagy ünnep öröm nap. A Magyarországi Baptista Egyház szekszárdi körzetéhez 4, a szekszárdi, a decsi, a faddi és a bogyiszlói gyülekezet tartozik. A heti rendszerességű gyülekezeti összejöveteleken túl, főként egyházi ünnepekkor, közös, körzeti rendezvényeken gyűlnek össze a szomszédos közösségek tagjai. Így tettek idén húsvét vasárnapi Szekszárdon. A Szent István házban evangelizációs nap keretében ünnepelték együtt a húsvéti örömhírt. A kibővített Isten tiszteleteken a körzeti, gyülekezeti tagok mellett meghívott vendégek és további városi, illetve környékbeli érdeklődők is részt vettek. Meghívót is készítettünk, hogy van-e illata liliomnak, ugye mindenki rá vagy, hogy ez kérdés. Igen, van. Honnan tudjuk? Láttuk? Nem láttuk. A lilium illatát, a rózsa illatát soha nem láttuk. De valami más érzékszervünk azért van, ugye, ami miatt meggyőződhetünk a létén. Így vagyunk Krisztussal, Krisztus hittel, a természet felettivel. Lehet, hogy nem láttuk, de a hit érzékszerve, más tapasztalati érzék meggyőződést nyerhet. Ez való aktuális segítség a szürke hétköznapjainkban. Ez az egész napi ünnepe. Bár a húsvétot valamilyen módon világszerte sokan megünneplik, a tojásfestés, a locsolkodás, a sonka és a csokinyuszi általános jelképeivé váltak az egyébként egyházi ünnepnek. A hívők számára azonban nem csak ajándékokból és szépen megterített asztalból áll ez a 4 nap, sőt, számukra nem is csak 4. Hosszú lelki ráhangolódás, belső készülődés előzi meg a közösségben megélt, valóban vallási tartalommal és egyházi rendezvényekkel megtöltött ünnepet. A húsvét vasárnap számunkra egy örömünnep, a Krisztus győzelmének az ünnep, feltámadta halálba. Ha Krisztus nem támadt volna fel a halálból, semmit nem ér a hitünk, majd idézem is, így van írva a Szentírásban, de Krisztus feltámadt, él, uralkodik, 2000 éve sok megváltozott ember élet bizonyítja ezt, a radikális párforduláson átestek többen, én magam is, még mások is, ezt hangoztatjuk, hogy másoknak is öröme, reménysége legyen. Épp eléggé beborultnak kezd lenni az egész életünk, a világunk, egyre nagyobb a sötétség, gond, baj, terheltség, fáradtság, veszedelem, félelem gyötri az embereket. Ez a fő üzenet ma, hogy átállni a vesztes oldaláról a győztes oldalára. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, aki tulajdon fiát sem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Az egész nap tartó program hangsúlya így egyrésztről a közösségi élményen volt, történetek, tapasztalatok és élmények megosztásáról, együtt imádkozásról, éneklésről és étkezésről szólt, a nap második felében viszont az elcsendesedés, az első húsvét felevenítése és Krisztus üzenete volt a főszerepben. A hívők egész élete, a hétköznapjai, a húsvét ünnepe, a feltámadás öröme, ereje, karácsony üzenetének átélése, jött Krisztus, eljött, megjelent Isten üdvözítő, megmentő kegyelme. Mi hívők ünneppel töltjük napjainkat is. Nem vagyunk egyedül, mindennapi kapcsolat, közösség Krisztussal. Jézus mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, minden ígével is, ami Krisztus szájából származik. Mi abból élünk, azzal kezdjük a napot, azzal végezzük. Egy boldog új életet találtunk Krisztusban, talajon, szikla, talajon áll a lábunk. És dolgozni kell, hajtani kell, de van pártfogónk. Átálltunk, sikerült átállni a vesztes oldalára, a győztes oldalára. És ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, hogy említettem, ez a római levélből egy szép idézet. Az Isten tiszteletet, bemutatkozó előadások, felolvasások és a Baptista Egyház központi énekkar kamarakórusának énekesei tették még ünnepélyesebbé.